Szombat este Schneider Zajákos előadásában nyílt ki Székesfehérvár élő kalendáriumának 23. ablaka. Mester Györgyi, a Szegények Karácsonya című meséjét hallhatták az arra látogatók. A tehetséges gimnazista előadása után a több mint 100 éves múlttal rendelkező Alba Régia vegyeskar előadásában csendültek fel angol száz és egyházi dalok. A nagy sikerű kórus művek után következhetett az este fénypontja, a negyedik gyertya meggyújtása, melyet idén is a székesfehérvári cserkészek által elhozott betlehemi Születés Bazilikában őrzött örök mécses lángjából gyújtottak meg. A szeretet lángját idén Spányi Antal megyés püspök és Rót Péter Székesfehérvár alpolgármestere gyújtotta meg. A Fehérvár Televízió december 24-i ünnepi beszélgetések című műsorának vendége Spányi Antal megyés püspök lesz, aki többek között a karácsonyi ünnepkör jelentőségéről beszél, valamint ünnepi üzenetét is megfogalmazza. Kiemeli, a karácsony Isten szeretetének az ünnepe, hiszen ő volt az, aki a bajba került ember segítségére sietett, és ő volt az, aki látva az emberek bűnét, segített. Örömhírt küldött és üzenetet mondott, hogy jön a megváltó. Az ünnepi beszélgetések vasárnapi adása 18 óra 25 perctől lesz látható a Fehérvár Televízióban. A világ lehet, hogy nem ért meg bennünket, de mi próbáljuk megérteni az Istent, és ő a végső valóság. Ő fog majd ebben a világban rendet rakni, ő fogja a mi szívünket elcsöndesíteni, és ő fogja azokat a sebeket is, amelyeket akár bűneink, akár a világ okozott bennünk, ezeket meggyógyítani. Tehát Isten elhozta számunkra a gyermek Jézusban a reményt és a szeretetet, azt, ami a legfontosabb ebben az életben. Talán világosságot, ami mindig felülkerekedik a sötétségen. És világosságot. Ez különösen nagyon szép szimbólum, hogy karácsonyig, 21-ig, hát karácsonyig rövidülnek a napok, egyre nő a sötétség, de attól kezdve nő a világosság. Még először nem nagyon vesszük ezt észre, de tudjuk, és ez már akkor is vigasztaló, akkor is bátorító és fölemelő valóság. Szenteste napja a karácsonyra várakozás utolsó napja. December 24-én mindannyian elcsendesülünk, szeretteinkre figyelünk és kicsit befelé is fordulunk. Az év ezen napján számot vetünk és átengedjük magunkat a békének, a meghitt karácsonyi együttléteknek. Erről beszélt Csiki Anna kineziológus, családállító. Mindig azt mondjuk, hogy ez a szeretetnek az ünnepe. Az lenne jó, hogyha, és ezt már talán elcsépelt is, hogy legyen minden nap a szeretetnek az ünnepe. De tulajdonképpen azt üzeni nekünk, hogy tudjunk egymásról, hogy foglalkozzunk egymással. Egy kicsit legyen ez más időszaka az életünknek, mint az év bármelyik része, hogy figyeljünk oda egymásra. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb ebben az időszakban. December 24-én a karácsonyi éjféli misét Spányi Antal megyés püspök celebrálja a székesfehérvári Szent István király székesegyházban. Az éjféli mise lezárja az adventet, föloldja a karácsonyi böjtöt és bevezeti az egész ünnepkört. Az éjféli misét más néven a ragyogó fényesség miatt aranyos misének, valamint a Jézus születését hirdető angyalokra utalva angyalmisének is nevezik. A néphitben az éjfél a szellemek, a hazajáró lelkek és kísértetek ideje, amelyhez különös képzetek és hiedelmek fűződnek. A szokások szerint az éjféli misére vitték el a lucaszéket, hogy ráállva felismerjék a boszorkányokat. Az éjféli mise körül kialakult szokás és hitvilág tele van bőség és termékenység motívumokkal, illetve a hiedelmek szerint az éjféli misén a legalkalmasabb Isten áldását, segítségét és oltalmát kérni. Az éjféli szentmisét a Fehérvár Televízió élőben közvetíti.